Már napok óta madárcsicsergős videókkal csigázta fel az érdeklődést a volt miniszterelnök. Ajaj. Ma aztán egy hosszabb videót tett fel a közösségi oldalára az MSZP frakció Balatonöszödi frakcióülésén, pont 10 éve elhangzott beszédéről. Igaz beszéd volt. És a tény, hogy jöttek páran, akik végre azt mondták, hogy meg akarják változtatni ezt az országot, az is igaz volt. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elk***tuk. Miután 2006. szeptemberében kiderült, hogy a miniszterelnök bevallotta, a győztes választások előtt hazudtak az előző évek gazdasági eredményeiről, utcai zavargások törtek ki, tüntetők az MTV székházát is ostromolták. Gyurcsány Ferenc mostani videójában arról beszél, jó szándékkal, a változtatásért beszélt pártársai előtt, és nem olyan országot képzeltek el, amelyben most élünk. Az igazi böszmeség meg az, hogy miközben kis túlzással éhengeben ebben az országban az emberek egy része, addig az MNB elnöke 260 milliárd forintot oszthat szét az unokatestvére cégeinek. A Fidesz képviselője azt mondta, valóban másként építik az országot, mint 10 éve. Jólétre alapozó politikát folytatunk, amely segít egyébként a magyar embereknek a boldogulásban. Gyurcsány Ferencék meg egy olyan országot csináltak, ahol félni kellett, ahol tüntetőket vertek, és amely egyébként elszabadította az államadóságot. Gyurcsány Ferenc többször elmondta videójában, hogy MSZP-s párttársai járulták el. Majd a videó végén megkérdezi. Kell még valamit mondanom, Ildikó? Mivel a volt miniszterelnök Brüsszelben van, itt tőle nem tudtuk meg, kire utalt. Megkérdeztük viszont akkori frakció vezetőjét, ő rá gondolt egy Gyurcsány Ferenc. Lendvai Ildikó azt mondta, igen, de ez nem arról szól, hogy ő lenne az áruló, hanem csak egy idézet. Ugyanis ugyanezzel a mondattal zárult a 10 évvel ezelőtti beszéd is. Telefonüzenetet váltottam is Gyurcsány Ferivel, és én félig tréfásan mondtam neki, hogy na hallod, miért gondolod, hogy mindenki emlékszik az eredeti szövegkörnyezetre, de ez valóban arra utal. És ahogy mondtam, tőlem függetlenül én nem hiszek a pártárulós magyarázatba. Akkor nem ön szivárogtatta ki az összödi beszédet? Ez még kérdésnek se tudom komolyan venni, ugye? Az összödi beszédről szóló vizsgálat eredményét titkosították. Máig csak találgatások vannak arról, ki szivárogtatta ki a felvételt.